közt a helyére, mikor aki beállt indulata, a következő. Edzést vezényelt kedd délután tanítványainak Illés László, a Baktoló Lántház edzője. Van miért gyakorolni, hiszen legalább három helyet szeretnének előrelépni a bajnokságban. A Tiszalök visszalépésével egy csapat már elköszönt a megyei első osztálytól, de a magasabb osztályú együttesek következő bajnokságban induló fiók csapatainak számától, illetve a megyei bajnokok osztályozójának eredményeitől függően akár öten is búcsúzhatnak Szabolcsban a negyedik vonaltól. Így jó néhány gárda veszélyben érezheti magát, ami meg is látszik a meccseken, minden pontért meg kell harcolniuk a csapatoknak. Az ősszel gyengélkedő Baktoló Lántháza jól kezdte a tavaszt, Illés László együttese három győzelem és egy döntetlen mellett mindössze egyszer szenvedett vereséget. A tervünk az az volt, hogy az első öt fordulóban 10 pontot kell szerezni, ami nem volt azért egy egyszerű terv, hogyha azt nézzük, hogy az első öt fordulóban játszottunk az első öt helyezettel, mert ez gondolat volt, de így a mérkőzések képét tekintve azt mondom, hogy hiányérzetem van, ugyanis a második fordulóban az utolsó utáni percben kaptunk emberelőnyben gólt a Sényő ellen, illetve itt hazai pályán a Szakolytól szenvedtünk vereséget, 70 percig vezettünk 1-0-ra, emberhátrányban voltunk, és két figyelmetlenség, két pontugás utáni figyelmetlenség okozta a vesztünket, de összességében azt mondom, hogy eddigi hozzáállása a szerepléssel elégedett vagyok a tavasz folyamán. A Baktoló Lántháza szombaton a jelenleg hetedik helyen álló Fehér Gyarmatot fogadja. Az öt tavaszi meccsen öt gólig jutó Marics Gábor bízik az újabb három pont megszerzésében. Egy fiatal hajtós csapat, az biztos. Hát az eredményeik is mutatják, a múlt heti is. Aztán nem rossz csapatokat kaptak el. Hát bízunk benne, hogy folytatjuk ellenük a jó szériánkat. A bajnokságból hátralévő meccseken szeretne a csapat annyi pontot gyűjteni, hogy a legjobb nyolc között végezzenek. Emellett több olyan fiatalt is be akarnak építeni a csapatba, akikkel komolyan számolnak a következő szezonban.